Commons Tömören című előadásunkat hallhatjátok. Hát mi, ugye szerzői jog, ugye manapság ugye mindenki szerző, még ha ezt nem is hiszi el. Mindannyian csinálunk ilyen remek jó digitális fényképeket, mert ugye mindenkinek van gépe, aki elkezdett dolgozni, annak már DSLR-je is van, aki sokat dolgozott, annak már sok objektíves DSLR-je van. Szóval az van, hogy mindenki szerző, csak nem tud róla, mert csinálunk zenét, csinálunk fotókat, csinálunk videókat, mindenféle jókat. Ezeket ugye meg is osztjuk egymással. És akkor egyszer csak kitalálta valaki, jelesül egyébként Laurel Lessig, hogy mi van akkor, hogyha mi ezt így szeretnénk egymással megosztani, mivel hogy ez itt valami szabad kultúra, amit itt szeretnénk felépíteni. Legalábbis azok, akik ehhez, ilyen és ehhez hasonló konferenciákra járnak, mint mi. Akkor ugye az van, hogy van a szerzői jog, mint olyan, az szabályozza azt, hogy mi, mint szerzők, rendelkezünk jogokkal, amiket megadhatunk másoknak. Például, hogy használhatják ezt a művet bármire is. Másolhatják, nem másolhatják. Ugye erről az Artisius és hasonló csodás szervezetek remek jó véleménnyel vannak, hogy én mit másolhatok, itt mit nem. Általában nem olyan, amilyennel én vagyok, de ez most mindegy. Na most, a Creative Commons, az a szerzői jogon alapulva, szeretett volna néhány olyan licenszt adni, amivel nagyjából megkönnyíti azt a döntést, hogy mi tudjunk olyan irányba menni, hogy terjesszünk szabad tartalmakat, amik újra felhasználhatóak. Másrésztről egyébként még így is merülnek fel kérdések, hogy mi van akkor, hogy na jó, hát szabadon másolható, az addig rendben van, de még van még további két kérdés, amit meg kell válaszolni. Ezért írtam azt a bevezetőben, hogy a Creative Commons tulajdonképpen arra ad lehetőséget, hogy két egyszerű kérdésre válaszolunk, akkor megkapjuk azt, hogy milyen licenszel fogjuk a művünket tudni licenszelni. Egyéb iránt a Creative Commons egy szervezet is, ami alapult még 2001-ben, ezen nagy rendülettel végigjutunk, jelen állás szerint. Ők, ahogy látjátok egyébként, 2001-ben alakultak, 2003-ra már elérték azt, hogy az ő licenszeikkel 1 millió mű volt licenszelve, ami szerintem egyébként nem kis eredmény, 2, azaz 2 darab év alatt. Ezt további 3 év alatt feltornázták 50 millióra, még néhány év után 350 millió olyan mű volt, ami Creative Commons-al volt licenszelve. Nyilván ennek nagy mértékben annak köszönhető, hogy a Wikipédia is ugye ezt a licenszt használja, illetve ennek egyik formáját, a CC BY SA-t. Na most a sor tulajdonképpen itt nem áll meg, nem csak a Wikipédia az, aki használja a Creative Commons-t, ma már egyébként a YouTube-on is van lehetőség arra, hogy Creative Commons licensz alatt adjuk tovább a műveinket. Sajnálatos módon egyébként a YouTube nem igazán vette észre azt, hogy mi a Creative Commons lényege. Ők csak egy Creative Commons licenszt engednek választani az egyébként 6-ból. Na most, és akkor nagyon gyorsan a szerzői jogról. Tulajdonképpen, ha mi azt szeretnénk, hogy bárki bármit csinálhasson a művünkkel, amit mi egyébként közreadtunk, azt úgy hívják, hogy public domain. Azt csinál vele, amit akar, engem nem érdekel, én megcsináltam, én túl vagyok rajta, mosom kezeimet, mindenki viheti, másolhatja, eladhatja, fölfűzheti nyakláncára, nem tudom, mi ez éppen kedve van. Ugye itt két alapvetés van, az az, hogy a mű szabadon másolható, ez nyilván a szabad kultúrának alaptézise, a második pedig az, hogy lehet belőle származékos műveket létrehozni. Mondjuk zenénél lehet remixelni, két számot összevágni, számokat kivágni. YouTube-on lehet mondjuk az ominózus hitleres filmre ugye új szöveget rakni, amit ugye nem lehet, de aztán mégis csinálják. Szóval ez a public domain. Ha egy icipicit szigorúbbra szeretnénk venni a dolgot, mert van bennünk némi önérzet meg büszkeség, akkor választhatunk Creative Commons licenszeket, mert a Creative Commons licenszek mindegyike egy dolgot biztosan kiköt, az, hogy meg kell nevezni azt, hogy ki a szerzője az eredeti műnek. Attól még persze bármit csinálhat vele, vagy pontosabban megmondhatjuk, hogy mit csinálhat vele és mit nem csinálhat vele, de mindenképpen meg kell neveznie, hogy ki volt az eredeti szerző. Azt gondolom egyébként ez egy ilyen kultúrált ember nem tesz ki új dolgokat, csak amit mástól vett át, hogy nem mondaná, hogy ki az, akitől átvette. Persze aztán az ember köztársasági elnök lesz, akkor később ebből még így lehetnek alternatív dolgok. Tehát meg kell nevezni. Ez nagyon fontos. A szerzői jog egyébként mindenképp kiköti azt, hogy meg kell nevezni az eredeti szerzőt, és a Creative Commons licenszek mindegyike is kiköti azt, hogy meg kell nevezni a szerzőt. És a két kérdés, amire választ kell adnunk egyébként, az egyik az, hogy engedjük-e másoknak azt, hogy kereskedelmi céllal használják fel a mi művünket, ez az egyik kérdés.
A másik kérdés az, hogy engedjük-e másoknak, hogy azt a művet, amit mi kvázi felhasználásra bocsájtunk, azt megváltoztassák. És akkor ebből jönnek ki az összes Creative Commons license kombináció. Ha azt mondod arra a kérdésre válaszként, hogy igen, engedem, hogy megváltoztasd, mindaddig, amíg ugyanazt a licenszt használod, amit én használtam, azt hívják CC BY-SA-nak. Ez hasonlít talán legjobban egyébként a GPL-re. Én azt mondom, hogy bármit tehetsz vele, eladhatod, megváltoztathatod, hozzáfűhetsz, elvehetsz belőle, de arra kérlek, hogy azt a művet, amit én alkottam, azt úgy és abban a formában már licensz tekintetében add tovább, ahogy én adtam. Tehát amíg én ingyen adom, amíg én szabad dokumentumot hozok létre, addig te úgy tegyél vele bármit, hogy ez a dokumentum szabad maradhasson. Ezt hívják CC BY-SA-nak. Ez jelenti azt, hogy így ad tovább, tehát a licensze maradjon ugyanaz, ami eddig is volt. A másik kérdés, amit ugye el kell döntened, az az, hogy az a mű, amit te létrehoztál, az eladható-e, más kereshet-e belőle pénzt. És itt ez a döntés körülbelül ott dől el, hogyha ilyen szabad kulturális fejjel gondolkodnunk, hogy szeretnénk-e, hogy a szomszéd megdögöljön-e vagy sem. Tehát az, hogy mi valamiből nem tudunk pénzt keresni, az nem jelenti egyből azt, hogy más se kereshessen bele pénzt. Legalábbis nekem ez a koncepcióm. Tehát ementén kell azt a döntést meghozni, hogy szeretnénk-e másoknak ezt engedni, hogy ezzel pénzt keressenek. Ez lenne az előző, és van egy olyan verzió, amikor megengedheted azt is, hogy mások ezt is szabadon felhasználhassák, de azt mondod, hogy nem változtathatják meg. Szoktam ezt a licenszt is használni például cikkeknél, amik elég rövidek ahhoz, hogy azt mondjam, hogy ez így ebben a formában az, amit megírtam, másképp nem az, amit megírtam, tehát mindenki így vigye tovább, ahogy a mű van. Tehát összesen ezek a kérdések vannak, és akkor ebből jönnek ki az ilyen keresztkombinációk, hogy mi van akkor, hogyha nem engedem eladni, és a licenszt nem engedem megváltoztatni, akkor van CC BY SANC. Ha azt mondom, hogy a művet sem megváltoztathatod meg, plusz nem is adhatod el, akkor jön ki a CC BY NC-ND, vagyis a No Commercial No Derivation. És egyébként, ha retteltesen szigorú vagyok, és nem mondok semmit a saját művemről, és nem teszem Creative Commons licensz alá, akkor egyébként a magyar jogrendben az alapértelmezés az, hogy minden jog a szerzőnek van feltartva, vagyis a többiek gyakorlatilag semmit nem tudnak a te műveddel kezdeni. Na, ez az, amit én nem pártolnék, ez az, amiért azt mondom, hogy használjunk Creative Commons licenszt. Használjunk Creative Commons licenszt mi is, ahogy használnak egyébként nagyon sokan mások is. Például a World Bank. Jó, mondjuk bankokkal mostanában nem célszerű példálozni, de ezzel együtt, tehát még a World Bank is azt mondja, hogy azok a kutatások, amik a World Banknél folynak, azoknak az eredményeit már pedig tessék Creative Commons egyébként by license alatt kitenni, ami gyakorlatilag bármit megenged a további felhasználás tekintetében. Share alike, az én kis kedvencem. Tehát azt mondom, hogy mindent megtehetsz vele, csak kérlek, hogy amit teszel vele, az ugyanilyen maradjon. Nem véletlenül Wikipedia, Wikitravel, OpenStreetMap, annyit ott dolgok ezt használják. De gyakorlatilag ma már nem csak ez a célú felhasználás van meg a Creative Commons licenszeknél, a Nine Inch Nails a saját zenéit olyan licensz alatt terjeszti, ami azt mondja, hogy nem adhatod el, de ezen kívül tied, vegyed, vigyed. Nyilván nekik is szegényeknek kell valamiből élniük. A Wired magazin szintén Creative Commons licensz alatt terjeszti a műveit. És ezeken a szájtokon, amit itt láttok, itt gyakorlatilag magatok választhatjátok meg, hogy melyik az a Creative Commons licensz, amit használni akartok. Tehát ha használtok egy Flickert, ahol feltölthetik a fotóitokat, akkor ti megmondhatjátok, hogy szeretnétek-e azt, hogy abból bárki pénzt keressen, igen, nem, és szeretnétek-e azt, hogy valaki azt így felhasználja, és egy másik képet csináljon abból a képből, igen, nem. Illetve igen, vagy igen, és hagyd meg ezt a licenszt. És ennyi a döntés. Ennyi a Creative Commons lényege, megválaszolsz két kérdést, kapsz egy licenszt, ami gyakorlatilag minden országban működőképes. Ezen dolgoznak egyébként a Creative Commonsnál a legtöbbet, hogy minden ország, minden jogrendjére megpróbálják azt elérni, hogy az ottani jogi csűrcsavarok és szerzői jogi vackokra mellett is érvényes legyen az a licensz, amit te adsz. Egyébként ez itt a Flickernek
A statisztikája, ahogy látjátok, a kis kedvencem a CC bájásság 9,1%, tehát nagy szerencsénk van, nem mindenki gondolkodik úgy, mint én, de terjedőben van. A teljesen szabad diszenszek, a sima báj és a báj SA egyébként teret hódít, ez egy teljesen friss statisztika, ők ezt így kiteszik. A statisztikát én csináltam belőle, de a számadatokat kiteszik, és növekbőben van az a rész, amikor szabad felhasználást engednek az emberek a műveiknek, ami szerintem kifejezetten jó hír. Úgyhogy ennyit röviden és tömören a Creative Commons világáról, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmeteket, attól tartok, hogy most kérdésekre nem jut idő, de ha valakinek mégis van, akkor keressen meg nyugodtan, így felismerhetővel ez a fej, ez így olyan, amilyen. Megtaláltok valahol kint, és tudunk erről beszélni nagyon szívesen és nagyon sokat.